Immár 20. alkalommal szervezi meg a Baptista Szeretett Szolgálata cipős doboz akciót, melynek célja, hogy olyan családok és kisgyermekek karácsonyát tegyék szebbé egy doboznyi ajándékkal, akik valamilyen oknál fogva nehéz helyzetben vannak. Az akció országszerte több mint 300 gyűjtőponttal, Fehérvár megyében pedig 20 helyszínnel már javában tart. A Seregélyesi Baptista Általános Iskolában az előző évek gyakorlatához hasonlóan idén is várják a cipős dobozokat. Itthonra is gyűjtünk, tehát határon belülre is, viszont Kárpátalja is célkeresztben került. Először még csak azért, mert egy kolléganő került hozzánk Kárpátaljáról, megismerhettük az ottani viszonyokat, diákjainkkal mi magunk is voltunk kint, és nagyon sok iskolába ellátogattunk, személyesen is találkoztunk gyerekekkel, családokkal, és akkor határoztuk el, hogy a cipős dobozaink egy részét határon túlra Kárpátaljára fogjuk vinni. Az idei tél továbbra sem hozott békét Kárpátalján. A magyar lakta falvakban is egyre több a csonka család, olyan, ahol az apa vagy a fronton harcol, vagy ott esett el, jobb esetben pedig külföldön dolgozik, és onnan igyekszik támogatni szeretteit. Az otthon maradottak, pláne a gyerekek, éppen ezért minden támogatásnak és ajándéknak nagyon örülnek karácsonykor. Semmiképp se tegyenek romlandó árut a cipős dobozba, hanem tényleg olyan kisebb ajándékokat, írószereket, tisztálkodási szereket, esetleg édességet, aminek mi magunk is örülnénk és szívesen ajándékoznánk másoknak, illetve amit még szeretnék kérni, hogy külön csomagolják be a cipős doboz alját, illetve a tetejét, azért, hogy ugye a határon, hogyha lesz ellenőrzés, akkor bele tudjanak nézni majd a határőrök ezekbe a dobozokba, és tényleg lássák azt, hogy nem illegális dolgokat szeretnénk átvinni a határon. A jótékonysági akcióhoz idén a Szent István Király Múzeum is csatlakozott. Gyűjtőpontként a koronázó bazilika nemzeti emlékhely és látogatóközpontba várják a felajánlásokat. Fizikailag ide be lehet hozni a cipős dobozokat, bárki számára, nyitvatartási időben természetesen kettől vasárnapig 10 és 18 óra között, és akkor a kollégáknál le lehet adni, mi egyfajta gyűjtőhelyként kapcsolódunk ehhez a kezdeményezéshez, és hát reméljük, hogy tudunk segíteni ezzel is, ezen nemes akció keretében. A cipős doboz akcióban december 18-áig lehet leadni az adományokat a kijelölt gyűjtőpontokon, így a látogatóközpontban is, aki pedig itt tesz, az ingyenesen tekintheti meg a kőtárat.